Csak akkor a lángot élesszünk, amekkorát el is tudunk oltani, ez a tűzgyújtás aranyszabálya. Idén csak az első fél évben több mint 220 szabadtéri tűzhöz riasztották a megyebeli tűzoltókat, ez a szám körülbelül harmad annyi, mint az előző év azonos időszakában. Ennek az oka elsősorban ugye az időjárás, valamint a megelőzés. Az emberek egyébként jobban odafigyelnek arra a bejelentési kötelezettségre, ami elsősorban a külterületi irányított égetés szabályaira vonatkoznak. Itt ebben az esetben minimum 10 nappal hamarabb bejelentési kötelezettsége van az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségre. Ezt egy illetékbélyeg ellenében meg kell jelölni a helyszínt, a terület nagyságát, amely nem lehet nagyobb 10 hektárnál, illetve gondoskodnia kell azokra az oltó berendezésekről és óvintézkedésekről, amelyeket a szabályzó tartalmaz. Ilyen például, hogy körbe kell szántani az adott szántóterületet, ahol például leáratott gabon után a tarló égetése történik meg. A tűzesetek megelőzése érdekében nem csak jogszabályban rögzített előírások, hanem helyi rendeletek is szabályozzák a szabadtéri tűzgyújtást, például Nyíregyházán is. A megyeszékhelyen egyébként akadnak olyan tűzrakóhelyek, amelyek használata bejelentés köteles, legtöbbjük a városüzemeltető Kft.-hez tartozik, például itt az erdei tornapálya mellett is. A fenntartási időszak kezdetén, vagy üzemeltetési időszak kezdetén 18-20 rendezvény volt egy évben. Már odáig jutottunk, hogy 300 körül van egy évben. Érdemes egyébként a tavalyi és az idei féléves adatokat is összehasonlítani. Tavaly 94-en kérelmeztek itt rendezvényre helyett, ebben az évben 126-an. Tehát ebben a dologban, illetve az ilyen látogatottság mellett, mint üzemeltető úgy éreztük, hogy valami rendszert kell vinnünk ebbe a történetben. Ezért találtuk ki azt, hogy ha nem is engedélyt, de egy hozzájárulást kell kérnünk. Ez alapján mi írásban válaszolunk minden esetben a kérelmezőknek, és elfoglalhatják a megfelelő helyet. Az erdei tornapályától pár száz méterre a sóstói erdőben is találhatóak tűzrakóhelyek, ezek már a nyírerdőhöz tartoznak. A tűzvédelmi rendelkezések betartásával ezeket bárki használhatja. Természetes dolog, hogy régen is volt szalonosítő, manapság is van. Az erdőben több helyen lehet találkozni kiépített jónéségű szalonosítőkkel, szükséges padokkal, asztalokkal, előkészítő asztalokkal. Ezeket bárki idézőjelben bármikor használhatja. A bármikor természetesen tűzgyújtási tilalom időszakára nem érvényes. Tűzgyújtási tilalmat a katasztrófavédelem rendeli el. Ez az ő honlapjukon bármikor megtekinthető, esetleg ha valaki nem hallott róla, de mi is, hogyha ilyen van a területen, ezt különböző táblákkal jelezzük, hogy tűzgyújtási tilalom idején még kihelyezett tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet gyújtani. Ennél az erdei szalonnasütőnél hétfő este bulizhattak, a szemetet nem dobták ki, a tüzet, parazsat pedig valószínűleg nem megfelelően oltották el, ez utóbbi is okozhatott volna erdőtüzet. A katasztrófavédelem arra hívja fel a figyelmet, ha szabadtéri tüzet látnak, azt minden esetben jelezzék a 112-es segélyhívó számon.